Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön tisztelettel köszöntöm Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő urat, Szőcs polgármesterét, Németh Balázs urat, intézményvezető hölgyeket és az ANTS képviselőjét és minden kedves Nyirádit, aki megtisztelt azzal, hogy eljöttek erre a számomra is, illetve én úgy gondolom, hogy az egész falu számára egy nagyon rendkívüli és nagyon szép alkalmat megünnepelni. Nekem külön öröm ez a mai nap, hiszen több mint két éve, 2016 áprilisában nyújtottuk be ezt a pályázatot, amit a kollégáimmal írtam, akik itt állnak, és ezúttal is köszönöm nekik a segítséget, mert rengeteg munkánk van ezzel a mindegyik projekttel, mint minden alkotó tevékenység csak munkával jön létre. Ez volt, és én is akkor lettem éppen polgármester, és ez volt az első projekt, amit megírtam, és benyújtottunk az irányító hatóság felé, és több mint két évet kellett várnom, illetve önöknek is, és egész Nyirádnak várni arra, hogy ez a gyümölcs beérjen. De ez csak az első gyümölcs, mert a többi munkánk eredménye is szépen folyamatban van, de arról majd egy kicsit később beszélek. Először erről a gyermekemről, gyermekünkről szeretnék néhány szót ejteni. A kormány elmúlt évekbeni munkájának és politikájának köszönhetően létrejöttek a topos pályázatok, amit úgy hívnak hosszabban, hogy területi operatív program, aminek a keretében megvalósulhatnak nálunk vidéken is olyan fejlesztések, amik korábban teljes egészében elképzelhetetlenek voltak. Mindannyian tudjuk, hogy egy ekkora önkormányzatnál, egy 2000-es faluban nincs annyi pénz, amiből ilyen mérvű beruházások megszülethetnének, viszont a kormányzat felismerte ezt, hogy vidéken nagyon sok ember él, nagyon, nagyon fontosak vagyunk számukra, és ezért hihetetlen mennyiségű pénzt tett lehetővé, hogy pályázatok útján ide irányítódjanak. Részletezhetném, hogy mennyi minden pályázatot nyertünk az elmúlt időszakban, a két év alatt munkatársaimmal. Hát, részletezem is egyetlenül. Köszönjük. Ugye? És ez olyan sok, és ugye én, mint ex-gyógypedagógus, azt szokták mondani, hogy minden a nyomtatólónak nem lehet bekötni a száját. Én, mivel sérült gyerekeket neveltem, az én memóriám az elveszett, ezért muszáj mindent leírnom, főleg, hogyha ilyen sok eredmény van. Ezt a projektet, ehhez a projekthez 29,5 millió forintot nyertünk, amihez hozzátett még az önkormányzat közel 4 millió forintot, tehát ez egy több mint 30 millió forintos alkotása a közösségünknek. Már épül a bölcsödénk, már magasabb a fal, mint én vagyok. Ott 70 millió forintot nyertünk arra, hogy 12 gyermek decembertől már a bölcsödénkbe járhasson. A klikkel közösen a tornatermünkre is nyertünk 71 millió forintot. Ez a beruházás is éppen folyamatban van, megvalósulási szakaszban van. Aszfaltozása az elmúlt két és fél évben 32 millió forintot kaptunk a kormánytól a pályázatokra. Művelődési házunkhoz, könyvtárunkhoz, a civil szervezeti helységekhez 15 millió forintot nyertünk. Az önkormányzatnak a belső informatikai fejlesztésére 6 millió forintot nyertünk. Konzorciumi partnerként, ugye a Nagycsaládos Egyesületen Mártékkal, illetve Ajkával közösen, ahol mi voltunk a zászlóshajó, ugye, kedves Tibi, összesen közel 50 millió forintot nyertünk rendezvényekre, nyári táborra, kamerarendszerre, fitnessparkra, ugye mi nyirádiak is néha rászorulunk arra, hogy mozogjunk. Ezek összességében, és akkor most kell figyelni, 340 millió forintot hoztunk ide a kolléganőimmel két év alatt. Ez ennyi pénz, soha nem jött ide Nyirádra korábban. Hogyha egy kicsit populárisabban szeretném mondani, ez azt jelenti, hogy havonta 14 millió forintot szereztünk, azaz naponta, ma is 500 000 forintot kerestünk a falunak a munkánkkal.
de hát én nyugodtan veszem fel a fizetésemet, a kollégáim nyugodtan veszik fel a fizetésüket, mert napi 500 000 forintot hozunk ide a falunak, azért, hogy mindannyian itt jobban és boldogabban, kényelmesebben tudjunk élni. Visszatérve, a dicsekvés után visszatérve erre a projektre, ennek a projektnek a keretében ebből a bő 30 millió forintból a következő beruházások valósultak meg. Szép fehér lett megint kívülről a ház. Ez a legkevesebb, ami hozzá tartozik, ugyanis egy teljes energetikai korszerűsítésen esett át az épület. Ez azt jelenti, hogy most már több mint 20 centi szigetelő anyag van a falon, és éppen a doktornővel a napokban beszélgettünk, és panaszkodott, hogy Gábor, hideg van nyári napsütésben a rendelőben, és fel kell öltözni. Ez azt jelenti, hogy fantasztikusan sikeredett a hőszigetelés. Ez azt jelenti, hogy ha majd a helyszín ellenőrzés jön, semmi más nem fog tenni, csak a doktornő, és fogom küldeni őket, hogy a panaszát meghallgassák. Ez annyira jó, hogy még nyáron is hideg van benne. Tehát ennél nagyobb bizonyíték nem kell ahhoz, hogy itt tényleg komoly korszerűsítés történt. Új kazán lett, hogy is hívják ezeket most, milyen kazánok? Kondenzációs kazán, ami azt mondják, hogy majd, hogy nem nekünk termel pénzt, tehát az összes nyilászáró három réteg üveggel lett kicserélve, akkor az ajzat is szigetelve lett. A helyiségek is átépítésre kerültek, a teljes bútorzat lecserélésre került. A doktornő hozzájárulásával az informatikai rendszer is megújult. Ő gépeket vásárolt, mi a pályázatból monitorokat adtunk hozzá, illetve nyomtatót. Rengeteg új eszköz jött ide hozzánk, és beszéltem éppen az AMER doktorral, a kardiológussal, és panaszkodott, hogy nekünk korszerűbb az EKG-nk, mint náluk Ajkán az ambulancián, tehát mert hogy olyan 6,5 millió forintért annyi új orvosi eszközt vettünk, hogy vetekszünk a kórházi eszköz színvonallal. Már csak az kell, hogy megtanuljuk mindet használni, illetve a működtetéséhez előtt teremtsük majd egy újabb pályázat keretében a költségeket. Ugyanúgy megújult a védőnői szolgálatunk is, ugyanúgy teljes bútorzattal, teljes belső burkolással, rengeteg ilyen oktatóeszközzel, amivel az egészséges életrendnevelést tudjuk segíteni. Olyan ambubabánk van, ami után most pillanatnyilag sír az ajkai mentőszolgált, mert még nem is láttak ilyen minőségű ambubabát, 1 millió forintos ambubaba. Én félek egy kicsit tőle, mert számítógép is van benne. Tehát hihetetlen milyen korszerű eszközöket tett lehetővé számunkra ez a pályázat. Hát úgy körülbelül nagy vonalakban ennyi minden történt ebben a kis épületben, amit én néha csalódásként élek meg, ahogy itt jövök az utcán, mert ránézek, és nem látszik rajta ez a 33 millió forint. De ahogy részleteiben megnézem, azért szép az új szék, szépek az asszisztensek, szépek a doktor, tehát minden szép lett, és minden nagyon jó. Tehát a részletekben bújnak el a hihetetlen nagy pénzek, és azok a lehetőségek, amivel mi Nyírádon élni tudunk, és ami kényelmesebbé teszi az életünket. Körülbelül én ennyit tudtam összefoglalóként mondani, és átadnám a szót Fenyvesi Zoltán képviselő úrnak, hogy adja át a megújult egészségházunkat. Ifjú hölgyek, szalakúzás! Jó? Mondhatok én is néhány mondatot? Igen, hogy nem. Köszönöm szépen, elnézést a hölgyektől, de azért ragadtam magamhoz a szót, mert polgármester úrnak a szerénységét néha hallgatni kell természetesen, de azért bízhatnám polgármester urat, hogy nem kell mindig ennyire szerénynek lenni akkor, amikor az eredményeket mondjuk. Igenis el kell mondani az embereknek sokszor ezeket a szép eredményeket, mert olyan sokszor hallunk negatívumot. Egy negatívumot általában telekültőlnek az újságok, telekültől az internet, telekültől minden média, de akkor, amikor valami pozitív történik, akkor sokkal nehezebben jönnek le a hírek, és nehezebben veszünk
hol a tudomást. Nehezebben szerzünk hol a tudomást, és ezen a településen, Nyírádon igenis van miért büszke lenni, van miért büszke lenni a településnek, polgármester úrnak, a hivatal dolgozóinak, hiszen ezek a számok, amiket polgármester úr elmondott, ezek magukért beszélnek, és természetesen a fejlesztések is magukért beszélnek. Számomra sok dolgot jelent ez a néhány gondolat, amit polgármester úr elmondott. Jelenti azt is, hogy egy jó hivatallal, jó szakértő gárdával szépen lehet hozni fejlesztési pénzeket, mert van rá lehetőség Magyarországon, van rá pályázati forrás bőven, csak el kell érni ezeket a pályázati forrásokat, ezekhez a pályázati forrásokhoz pedig természetesen jó szakemberek kellenek, akik észreveszik ezeket a forrásokat, megtalálják ezeket a pályázatokat, jól megírják a pályázatokat, és képesek lehívni is ezeket a pályázati forrásokat. Aztán találkozunk olyan problémával is, amikor már megvan a pénz és megvan az elnyert támogatás, de mégis nehezen megy a fejlesztés megvalósítása. A úgynevezett topos pályázatok erre tipikus példát jelentenek. Sokszor halljuk kritikaként, hogy ezeket a pályázatokat már 2 éve írták meg, 2 éves árakon dolgoztak, és ezért ma már megvalósítatatlanak ezek a pályázatok. Ez mind-mind igaz, de hozzá kell tenni, hogy ezt a pályázatot is 2 évvel ezelőtt szakemberek írták. Akkor is ők áraszták be ezeket a pályázatokat, és mivel a települési operatív program keretében elnyert pályázatok 100%-os intenzitásúak, tehát azt jelenti, hogy azért nyertek ennyi pénzt, mert ennyi pénzre adták be a pályázatot. Ha többre adták volna be, akkor többet nyertek volna. Tehát ezeket is szakemberek készítették. Tehát nem lehet azt megtenni, hogy ha valaki 30 millió forintra pályázik, akkor 40 millió forintot kap. Ilyen a világon nincsen sehol, hogyha 30-at kér, akkor többet adnak neki, mert nyilván a pályázati forrásokat máshova is fel kell osztani. Viszont ez a megvalósítás is azt példázza, hogy igenis meg lehet valósítani valamit, mert hogyha kevesebb pénz áll rendelkezésre, de önrészt kell hozzátennünk, és számunkra fontos az a beruházás, akkor a település elő tudja teremteni. Hiszen semmi nem tiltja, hogy a település önmaga is hozzátegyen egy-egy fejlesztés megvalósításához pénzt. És ezek a kisebb települések bizonyítják azt, hogy ha ők a kisebb költségvetésükből hozzá tudnak tenni a fejlesztésekhez, akkor városok még nagyobb lehetőségekkel tudnak élni, és még jobban meg tudják valósítani ezeket a fejlesztési forrásokat. Lehet, hogy a léptékek nagyobbak, tehát amit 30 millió, mondjuk egy városban 130 millió, én ezt el tudom fogadni. Nyilván ebből következően a hozzáadott érték is egy város esetében mondjuk egy 10%, az a 130 millió forint esetében magasabb, mint egy település esetében, de ne felejtsük el, az adó is magasabb. Ugyanakkor a bevételi források is nagyobbak. Egy kis településen iparűzési adó szinte alig van. Egy nagyobb városban igen, létezik. Azokban a városokban pedig, ahol a turizmus fejlett, ott pedig a turizmushoz tartozó idegenforgalmi adót tud beszedni a város. Tehát nagyobbak a lehetőségek egy város esetében a bevételi források növelésében is. És hogyha így nézzük, akkor igenis megvalósíthatóak ezek a fejlesztések. Természetesen kell hozzá bizonyos fokú szakértelem és ügyesség, hogy megtalálják a forrásokat. Az is biztos, hogy a települési és operatív programok keretében több pénz nem fog a rendelkezésre állni. Tehát ha 45 milliárd forintot kapott Veszprém megye, akkor 45 milliárd forintot tud felosztani. Nem fog tudni felosztani 55 milliárdot, mert a következő megye is a saját forrásával gazdálkodik, és nem fogja leadni ezeket a pénzeket más megyének. Tehát én azt tudom mondani, hogy a települési és operatív programok keretében csak úgy van lehetőség további források elnyerésére, hogyha valaki lemond egy pályázatról, és azt a pályázati összeget beadják újra a nagykalapba, és újra osztják. Na de én azt mondom, hogy Nyírádot igazi példa erre, ha meg akarom valósítani, és van rá 29,5 millió forintom, és kell hozzátenni még 4 millió forintot, akkor hozzátesszük, megoldjuk, és más forrásból is meg tudjuk valósítani a fejlesztést. Nem engedjük el a 29,5 millió forintot, hanem arra törekszünk, hogy ezt megvalósítsuk magunknak, és a falu, a település érdekében fejlesztjük. Ez azt gondolom, hogy intő példa tud lenni más települések számára is, hogy igenis megvalósítható a fejlesztés, nem szabad lemondani egyetlen egy fillérről sem, amit az állam ad a településnek, hanem ugye, hogy a Bibliában is benne van,
hogy jól kell tudni sáfárkodni. Aki két talentumot kap, annak a két talentumával kell sáfárkodni, aki 10 talentumot kap, annak a 10 talentumával, és nagy baj, hogy az, aki egy talentumot kap, az elássa a talentumot, és úgy gondolja, hogy ő neki nem kell tenni semmit. Ha az egy talentumhoz hozzá tudok tenni még egyet, az is szép teljesítmény, avval is megdupláztam az én lehetőségeimet, és azt gondolom, hogy erre kell törekedni, nem pedig arra, hogy becsukjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy nem tudunk tenni semmit a fejlesztésre, inkább visszaadjuk, vagy elássuk a pénzt, és megőrizzük, hát, hogy jobb lesz, nem, inflálódni fog, rosszabb lesz a pénzünk. Azt gondolom, amit kapunk, azt szépen fel kell használni. Én szívből gratulálok polgármester úrnak, szívből gratulálok csapatának, a településnek, és azt kívánom, és azt remélem, hogy nagyon gyakran tudunk még összejönni ilyen ünnepi alkalmakkor. Én ebben biztos vagyok, hiszen azok az eredmények, amiket polgármester úr elsorolt, ez azt bizonyítja, hogy a falunak vannak tervei, vannak lehetőségei, és ezekhez a lehetőségekhez a kormány oda is fogja tenni a saját részét, mert számunkra ezek a települések fontosak. Azok, akiknek vannak céljai, akik meg szeretnek valósítani valamit, szeretnék fejleszteni a településüket, ahhoz a kormány hozzásegíti a maga részéről is a források biztosításához. És ha természetesen a település még plusz hozzá tud tenni ehhez, akkor az mindenki számára jó és példamutató. Én szívből gratulálok még egyszer, és sok sikert kívánok a többi fejlesztéshez. Nagyon kedves, köszönöm szépen. És akkor most. Doktornő Gabi, gyertek! Átvágjuk a szalagot közösen. Hát, elvégre önök a felhasználók, mi az alkotók vagyunk. Önök a felhasználók. Jöjjenek ide, ne féljenek.